nehéz évet zárnak az építési vállalkozók is. Koi László értékelése szerint az ágazat 4000 milliárd forint termelési értéket teljesít idén, továbbra is 340 ezer főt foglalkoztat, az árbevétel arányos nyereség pedig 5-20 között mozog. Egy elemzés szerint 2021 második negyedévében találhat magára az ágazat. Az építési vállalkozások országos szövetségének elnök el vendégünk. Köszönöm szépen, így van elnök úr, már ott van a külső stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggel, kívánok! Itt már a kolléganőm vázolta így nagy vonalakban, hogy milyen is volt az év, nyilván elnök a nyilatkozataiból ezt már megtudtuk, de menjünk bele a részletekbe, nyilván nem hónapról hónapra, de azért minden, milyen tendenciák voltak ebben az évben? Az építőiparnak van egy éves ritmusa, ezt az éves ritmust az idén is hoztuk, hogy az első negyedév olyan szolid szokott lenni, aztán növekszik a termelés, itt csak az a nagy probléma, hogy amíg az elmúlt években májustól hónapról hónapra 6 és 9 között növekedett hónapról hónapra a termelés, az idén ez ilyen másfél és 2 százalék között mozgott, aminek eredményeképpen most úgy látjuk, hogy körülbelül 11 százalékkal lehet majd kisebb az építőipar teljesítménye, mint múlt évben volt, nagyon magas bázishoz mérünk, tehát a múlt évben 4430 milliárdot teljesített az építőipar, tehát mi azt gondoltuk, hogy ezt meg tudjuk ismételni, jobbra számítottunk, de összességében valóban az építőipar még mindig húzó ágazat maradt, hiszen 4000 milliárdot teljesíteni az ugye szép teljesítés, és hogy továbbra is ugyanannyi ember tudunk foglalkoztatni, mint a múlt év végén foglalkoztattunk, ez nagyon fontos. Elnök úr, regionális különbségek vannak. Nekem van egy építési vállalkozó barátom, név és cím nélkül, de hozzá időpontot kell kérni. Annyira tele van melóval. Igen, nagyon komoly regionális különbségek vannak. Azt szoktam mondani, hogy az építőipar szempontjából az ország ketté szakadt, van Budapest az agglomerációs övezetével, és az ország többi része. Tehát fokozottan igaz Budapestre minden feszültség, amit az építőiparban megtapasztalunk. Tehát a legnagyobb kereslet és kapacitás közötti különbség Budapesten van. Itt épül ugye a legtöbb lakás. Itt reméltük, hogy a lehető legtöbb lakást befejezzük, viszont az októberi megbetegedések óta ugye itt is vannak csúszások. Tehát leginkább Budapesten vannak feszültségek, vidéken nincs akkora kapacitás probléma, és a, 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 járványügyi helyzet sem érte annyira utól az ágazatot vidéken, mint Budapesten. Itt októberi megbetegedést említett, ott mire gondolt elnök úr? A járvány. Nagyon, járvány. nagyon büszkék <laughs> voltunk arra, hogy a szakmában ugye mindenki mindent megtett, hogy elkerüljük a járványos megbetegedéseket, ez sokba is került a cégeknek. Mégis néhány kollega megbetegedett, ez folyamatos átszervezést igényel a szakmunkásoknál és a mérnököknél egyaránt. Ebből adódnak csúszások, október végétől ezt látjuk, és elsősorban azoknál a munkáknál, amelyik befejező szakaszában van, és nagyon élő munkaigényes, mert szakipar, szerelőipari munkákat kellene elvégezni, itt vannak csúszások, és ez jellemzően a lakásépítésre igaz. Azért kérdeztem az októberit, mert nyilván az ember tudja, hogy járvány van, csak azt is tudom, hogy az építőiparban nagyon-nagyon, vigy máshol is, de ott jellemzően vigyáznak, hiszen csoportos műfaj, ha valaki megbetegszik, akkor csúsztatja a többit. Ezért kérdeztem, hogy kimagasló volt ott a gyakorlatilag elszigetelés? Igen, kimagasló volt, már a munkába járást is próbáltuk úgy szervezni, hogy vagy biztosítottuk a saját gépkocsival való közlekedést, vagy kisebb csoportokba engedtük, hogy bejárjanak a munkahelyre a dolgozók, és a brigádokat próbáltuk elkülöníteni egymástól, Hát ez okozott feszültséget és többletköltséget, és kisebb-nagyobb csúszásokat is. Mi a helyzet a, ugye az anyagok beszerzésével? Mert úgy hallom, olvasom, hogy ott jelentős áremelkedés történt, és akkor itt most mennénk tovább, az árbevétel arányos nyereséggel folytatnánk, ha megengedi. Az év második felében nem tapasztaltunk már áremeléseket az építőanyag szerelvények oldaláról, maga az építőipar sem emelte az árait valójában nagy a szóródás a árbevétel arányos jövedelmezőséget tekintve, 5 és 20 százalék között mozog. Ugye a mi szakmánkban 114 ezer vállalkozás van, beleértve az önfoglalkoztató egyéni vállalkozókat is, és nagyon-nagyon különböző piaci helyzetben dolgoznak. Ebből adódik, hogy miközben költségnövekedés volt, a év közepétől pedig már Gyakorlatilag árakat nem tudott az építőipar emelni, ezért mondhatjuk azt, hogy jövedelmezőségi javulás az építőiparban ebben az évben nem történt, és akkor finoman fogalmaztam. Mi a helyzet majd a 5%-os álfával január 1 e, Igen, komoly lépések ezek a kormányzat részéről, ahol a keresletet élénkíti. Már érzi az építőipar, hogy a lakosság érdeklődik. A új építési lakásoknál és a lakásfelújításoknál is. Ennek gyakorlatilag örülnünk kell, mert a legnagyobb elmaradások, azok a lakásfelújításoknál vannak. 2008 és 2014 között a recessziós időszakban fel annyi lakást újítottunk föl, mint ami műszakilag szükséges lett volna, és ezeket nem sikerült még behozni. Tehát a kormányzati intézkedések fölkeltették az érdeklődést, nem csak a lakosságnál, hanem az ingatlan fejlesztőknél is. Azt szoktam mondani, hogy most rajtunk a sor, tehát a keresletet és az építőipari kapacitást egyszerre kellene élénkíteni, ahhoz, hogy mi ennek a kihívásnak jövőre megfeleljünk, saját beruházásokra van szükségünk, és hát a felnőtt kollégákat folyamatosan kellene képeznünk, ami egy nagyon nehéz feladat lesz. Adóügyben lenne egy kérdésem, de nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, olyat kérdezek, amit nem biztos, hogy itt most sípőből meg lehet válaszolni, de bátorkodom. Ha valaki elkezdte mondjuk tavaly vagy tavaly előtt az építkezését, de nem fogja befejezni majd csak jövőre, vagy azután, hogy van a kis pénze, az adóügyi szempontból hogy minősül? Majd meg kell várni, mire a használatba vételi engedélyt megkapja, és gyűjtögesse a számlát? Az áfa törvény nem csak nagyon bonyolult, hanem nagyon egyszerű is. Minden olyan számlánál, amit január 1 után állítunk ki, 5%-os áfát lehet felszámítani. Tehát amikor a lakosság közvetlenül az építőiparral szerződik egy kész lakásra, egy kész lakó ingatlanra, mert ugye csak erre az esetre igaz az 5%-os áfa, akkor van egy netőszeg plusz 5%-os áfa lesz a január 1 után kiállított számláknál, egészen 2000 26. december 31-ig, hogyha ez az építkezés a jogerős építési engedét, vagy a bejelentés 2022. december 31-ig megtette. Tudom, hogy jósolni nehéz, főleg ha a jövőre vonatkozik, de mégis tavaszra mit vár az építőipar idehaza? Egyrészt várjuk azt, hogy a vészhelyzetnek vége lesz. Lehet, hogy a járvány kisebb-nagyobb gócokban még itt van közöttünk, de az az építőipart már nem zavarná, mert azt reméljük, hogy az idén előkészített, de el nem indított beruházásokra a jövő év egy -negyed, egy negyed év végéig leszerződhetnénk. Másrészt az állam elindítja azokat a beruházásokat, amit az új 7 éves uniós pénzügyi ciklus finanszírozását is figyelembe véve tervez, és a lakosság pedig egyértelműen itt lesz a lakásépítés, lakásfelültés piacán. Tehát azt gondolom, hogy az első negyed év végétől az építőipar hullámosan meg fogja kapni azokat az elhalasztott megrendeléseket, ami ebben az évben nem jött be. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm.